Mindenkit szeretettel üdvözlünk, drága barátaink, elkezdjük a vasárnapi webinárt. Együtt vagyunk, ahogy általában Dr. Michael Lightmannal, Michael Sinulcsal és Borisszal, és én magam, akik instruktorok vagyunk a Kabbala Akadémián, ma pedig a témánk a tanító a Kabbalában. Nagyon sok kapcsolat él köztünk, 22 nyelv, 30 város, tegyetek föl kérdéseket, ez egy, megint egy fontos pillanat előtt állunk. Tehát tegyetek föl a kérdéseket. Tehát a Kabbala 1500 éven keresztül szájról szájra terjedt a tanítós a tanítvány között. Még ma is így van, ez mondja Rav. Tehát a Kabbala az egy tudás transformáció volt a tanítvány és a tanító között. És nem csak azért, mert az internet és a könyvek elterjedésével ma már másképp is el lehet érni, mégiscsak a tanítótól terjed át ma is a tanítványra a valódi tudás. Bála Szulámtól egy idézet, Boris fogja felolvasni, a leghatékonyabb módja annak, hogy valakinek átadjuk a bölcsességet, hogyha találunk egy bölcset, aki pontosan érti, hogy a forrását a bölcsességnek. Oké, tehát ez alapján vannak kérdések, mondja Simeon. Tehát nekünk a tanár felé mindig ugyanazt az attitűdöt, hozzáállást kell tanúsítanunk, tehát meg kell találnunk a tanárt, és megfelelő hozzáállást kell tanúsítanunk. Mit jelent önnek a tanár, Rav Lightman? Én a Kabbalát tudománynak fogom fel, tehát én amikor én tanulni akartam, akkor egy tanárt kerestem magamnak, és amikor nem tetszett az, akitől tanultam, akkor átmentem egy másikhoz. Tehát a legfontosabb dolog az volt a számomra, hogy a tudást azt egyetlen emberben találjam meg annak érdekében, hogy képes legyek megvalósítani önmagamat, ahogy ezt a Kabbala ígéri. Tehát én megtettem mindent, amit tettem, és átvettem mindent a tanítomtól az integrációs folyamatban, és akkor felemelkedtem arra szintre, amit az adott tanár garantálni tudott. És ez nagyon sok tudományban van így, nem csak a Kabbalában. Tehát úgy nem csak hogy tudóssá válunk, hanem a tudományok úgy működnek, hogy egy adott tudományágban megkeressük a legjobbat, és attól próbálunk tanulni. A Kabbala mégis más, mint a többi tudomány. Amikor eljutottam a tanáromhoz, és tőle tanultam, akkor egy szót sem értettem abból, hogy miért maradjak nála, ha nem értem rögtön azonnal a szavait. És akkor elkezdett folytatni ez a munka. De Rabos volt az első olyan pont, az első leckétől kezdve, amikor találkoztam vele, volt egy ilyen kattanás, és abban a pillanatban megértettem, hogy összetapadtunk abban a pillanatban, ez a kapcsolat kiépült köztünk. És ez egy egészen elképesztő kapcsolat volt. A hétköznapi tudományokban ez létezhet, de nem feltétel. Tehát ő azt mutatta meg nekem ebben az összetapadásban, amit ő el tudott érni a Kabbalában. Ugye más szóval azt mondjuk, hogy szinte belezónunk a tanítóba, és akkor egy tudományos tudás tűnik föl a kapcsolatban. Nem csak erről van szó, hanem én felismertem, hogy nekem itt kell lennem, ott kell ülnöm, és egyre mélyebben el kell merülnöm benne, és abban, amit ő adni tud, és hogy mindent ebben ragadjak meg, mindent, ami nála van. Tehát nincs hova mennem. Tehát egyszer ittam a szavait. Oké, tehát egy egyszerű érzékelés volt, hogy mindent meg kell tőle ragadni? Persze, hát az elején mi lett volna, mondja Rav. Ez egy nagyon erős egoista megközelítés volt, és érzékelés. És ez az első 10 percben megtörtént, szó szerint. És ez elég volt a számomra, mondja Rav. Ahhoz, hogy megértsem, hogy erre van szükségem. Na de hogy történt meg ez a kattanás, ez a klik, Rav? A vágyamban éreztem ezt. Azt a vágyamat, hogy tanulni akarok. Amikor felismertem, mondja Rav, azt a legbiztosabb és legnagyobb titkos kapcsolatot köztünk, amin keresztül valóban rájöhetek, hogy ki vagyok én, mi vagyok én,
hogy minden személyes kérdésemre választ kaphatok a rabassággal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon erős belső pont, ahol meg tudom valósítani önmagamat, ki tudok terjedni. Ugyanakkor viszont egy globális kérdés is felmerül az emberben nyilvánvalóan, a világról, hogy hogyan jött létre, és ezek a dolgok miért léteznek benne. És hirtelen ezek magyarázatot nyertek attól a tényt, hogy ott ült egy ember. Oké, tehát akkor... és ő eljutott ennek a folyamatnak a végéig? Igen. Egy nagyon mély, nagyon erős érzékelés és kapcsolat alakult ki köztünk, ami szinte felvillantott előttem, hogy a természet végtelenségét őrzi ez a kapcsolat, ez a szeretet kapcsolat, ami fel fog tárulni a mi kapcsolatunkban, mint tanár és tanítvány között. Tehát nyilvánvalóan egy óriási mértékű tudás állt előttem, nyilván azt nem tudtam mindent magamévá tenni. De hát ő egy idős ember volt, azért már amikor oda kerültem, 65 éves volt, beteg is volt. A szemei állandóan nedvesek voltak, mint amikor valaki beteg, a betegség jelét sugározták, a sugárztat tekintete. Alig tudott menni, látszólag. Mert külsőleg így nézett ki. Majd szétesne rögtön, azt éreztem. De hirtelen leült, és elkezdte magyarázni nekem a kabalát, akkor felismertem, hogy úristen, ez egy kovboly, ez egy harcos, ez egy óriási erő ül előttem, aki tele van kardokkal és pajzsokkal. Elképesztő volt. Emlékszek rá, amikor ez a 10 percre emlékszik ön? Hát hogyne. Rabbi Ben Nachaysha példájával mondva, amely a kabala bevezetőben van. Így van. Tehát ő semmilyen előzetes dolog tőlük nem tartott, azt mondta, hogy ülj le és tanulj. Tehát ő nem említette, hogy előtte ő mástól is tanult. Igen, mondja rá, én tanultam mástól is. Tehát én Hillel-től is tanultam, a Hillel módszerétől. Oké, tehát az a kattanás, amiről ön beszél, ez rabosnál történt meg csak. Hát persze. De oké, de akkor minden logikát, amit tőle tanult, minden. De tehát Hillel például 20 éves volt, amikor eljutott Rabasig, és Rabasnál is tanult, és utána én dátaltam. Amikor én megérkeztem Rabashoz, akkor... tehát ön Hillel után lépett be? Igen, tehát én amikor Rabassal kezdtem el tanulni, akkor már idősebb voltam. És milyen érzékelés volt ez? Nem, ez a legrosszabb volt, amit én megtapasztaltam először. Rabas Hillelnél egy sokkal személyesebb volt, keményebb volt. Azért, mert ő elmondta nekem először, és meg, hogy mit akar, mit tudok neked adni, és utána tudom odaadni. Oké, mondja. És akkor miért maradt ott? Azért, mert én nagyon akartam, mondja Rav. Én Hillelre is állandóan figyeltem, hogy mi történt, de miről beszél, de megértettem, hogy nem nála van az igaz út. Még akkor is állandó kísértést éreztem, hogy ő állandóan készen állt válaszokra, és helyes is volt, meg igaz is volt, amit ő mondott, de mégis, amikor... Nyilvánvalóan nekem állandó kutatásban kellett maradnom, és ezt csak Rabas mellett éreztem. De Hillel odaadta a helyes könyveket és mindent. Tehát ő nagyon logikus volt, tudományos volt Hillel, és ő mégis úgy érezte, így van. Tehát, hogyha vele tanulták kabbalát, akkor tudományt éreztél. A világegyetemről tanultunk. De amikor minden elembe kölcsönkapcsolatot le rajta keresztül lépni, ez igaz, tudományos módon. De ugyanakkor nem érezted, hogy az a sóvárgásod, a törekvésed a teremtő feltárulására növekedne benned. Ez volt a legfurcsább a vele való tanulásban. Boris. Ezt most nem fordították le, sajnos. Eltűnt a fordítás. Igen, tehát Hillel, mondja rá, ő csak egy tanár volt. Egy instruktor, mint az iskolában. Meg tanuljuk az instruktoroktól azt, amit mások kitaláltak. És tehát Rabas például senkinek nem adta oda senkinek a Samáti könyvet, nem is adta meg senkinek, ugye, Rab?
Ő egy teljesen más lélek volt. Ez nem volt egy egyszerű dolog ám. Oké, kérdés, mondja Simeon Vinok úr. Tehát a tanár önmagában... Tehát ez hogy működik, hogy a tanár elfogadja a tanítványt, vagy a tanítvány rohan a tanár után, ön szerint? Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek igaznak kell lennie. Tehát felülről van egy állandó erő, ami a tanítvány és a tanárt összevezeti egymással, és egy bizonyos távolság a viszonyukban, tehát a tanár és a tanítvány közötti viszonyban, az megszületik, és ez olyan, mintha a távolságot a tanítvány a teremtőtől érezni, és egyre közelebb kerülne hozzá, úgy kerül közelebb a tanáron. Oké. Tehát akkor itt hozta a Hillelt, és akkor Hillel javasolta, hogy tanuljál Rabastól. Így van. Mert én nyilván nem voltam leválasztódva Hilleltől, mivel az egóm egy olyanfajta kitöltést kapott a tudományos megközelítésen keresztül, hogy lehetetlen volt Hilleltől csak úgy leválni. De Rabos az tökéletesen az ellentéte volt. Ő leült, és kinyitotta 10 fel a tanulmányt, és elkezdte zúdítani. Nem egyszerű szavakat mondott, ami gyorsan megérthetőek voltak, hanem ott ültünk és olvastunk, és én meg még mondjuk 10 másik ember. És egyszer csak azt éreztem, hogy ez egy másfajta tanulási mód. És hirtelen hatalmas erő felső fényt kezdtünk el bevonni a helyes szándékot. És akkor hirtelen magamban kaptam meg a válaszokat. Oké, mondja Simeon. De ez olyan, mint egy emelőlift. Tehát egyrészt túl sokat tanultam, másfelől pedig felismertem, hogy mégis tökéletesen üres vagyok. Akkor, ha üres vagyok, akkor mit tudott ön tenni ennek érdekében? Hát nyilván egy különleges lélek kellett, ez egy különleges erő, amelyek az egészet felemelte. Igen. Tehát, mikor hozta meg az embert? Nincs internet. Tehát mikor érezte azt, hogy ő az ön ravja? Ezt felülről döntötték el, az ember nem tudja eldönteni, ki a ravja. Oké, tehát... És akkor milyen fajta kapcsolat, vagy egyáltalán milyen kapcsolat létezhet a tanító és a tanítvány között? Mindig a teremtőn keresztül kapcsolatról beszéltünk, semmi másról nincs szó. Már a spirituális tanár között. Hát hogy másképpen lehetne és tanár és a tanítvány viszonyban, ha nem a teremtőn keresztül? Oké. Na de a teremtő feltárásait az hogy lehetséges? Úgyhogy a teremtő előrését is ilyen értelemben közösen teszi meg az ember a tanítójával. Oké, tehát mikor mondhatjuk azt, hogy a teremtő tanította önt, mondhatjuk azt, hogy a teremtő önt tanította Rabason keresztül? Abszolút módon ezt mondhatjuk. Tehát az első kabbalisták ideje óta, akik az egész módszert bevezették, és az összes utáni kabbalisták, akik megírták a Tórát, tehát Noétól kezdve a fiaikén keresztül, akik tanítványok voltak, ugye a fiaik mindig a tanítványokat rejtképezik, tehát Ábrahám és az összes többi kabbalista, akik belőle származtak, tehát Jákob és Izsák, és ezek a szavak, aztán az ősz fiaik, az összes tanítvány, akiken keresztül átadódtak a kabalának a szavai, és ilyen módon letisztázódott a tudás is, a tanítvány sorozatán keresztül. Tehát ilyen módon egy parcufá vált a tanár és a tanítvány. Így van. Ezek spiritus objektumokká olvadtak össze, és ilyen módon új objektumokat szültek, amelyek majd újra... Tehát Izsák akkor nem Ábrahám fia volt, Rav? Hát milyen fejtel fiúról beszélünk? Az, aki Sárától született, vagy aki... Tehát ő tanítvány is volt. Hát persze, mindegy, hogy Sára méhéből született, vagy nem, hanem a parcuf, az volt a lényeg, a közös parcuf. És nyilván Sára 100 éves volt, és aztán fiúkat szült. Oké. Tehát akkor... Itt mi milyen családi fával gondolkodtok, mondja? Tehát itt volt 200 tevéje, meg 100 felesége, de a Tóra nem erőszít. Oké. Na de a Tóra Ábrahám családjáról beszél, akkor miről beszél? Ez a spirituális családról beszél. A spirituális vágyakról. Ábrahám volt egy hatalmas spirituális vágy. Aztán Izsák, ugye? És a spirituális feleségét hívjuk Sárának. És ebből a közös vágyból származott le Izsák, aki ugye ebből született.
ugye nyilván nem egy kiló hús született belőle. Tehát Ábrahámnak a bal oldala ugye megszülte, megtermékenyítette Izsákot. Akkor egy kérdés, milyen fajt, amikor a tanára meghal, akkor milyen fajta kapcsolat marad a tanítványra? Megmarad a speciális szinten a kapcsolat. Nyilvánvalóan fennmarad, fenntartják ezt a kapcsolatot, de nyilván ez, nincsen különbség spirituálisan. Az mindegy, hogy melyik van fizikai síkon, vagy nincs. Nyilván a tanítványnak a spirituális szintjétől függ ez. Tehát mondjuk egy matematika tanár, vagy egy fizika tanár természetesen másképp működik egy kicsit. Ott nem marad semmilyen kapcsolat, ha meghal. De itt a kapcsolat állandóan folytatódik, hiszen a két parcú erő, a két lélek erőteljes kapcsolatba kerül egymással. Ez a dolognak a lényege az életükben. Csak azért, mert a tanár itt hagyja a fizikai testét, sőt, éppen ellenkezőleg erősebbé válik ez a kapcsolat, még orientáltábbá válik, még erőteljesebbé, nyilvánvalóbbá a lélek kapcsolat a tanár és a tanítvány között, világosabbá, erősebbé. Kérdés. Na de hogyan beszélget például a rabassal, Rav? Erre nem akarok válaszolni, mondja Rav. Ez egy nagyon belső kapcsolat, úgyse értenétek meg. Na de ez egy teljesen világos, hogy lehet megkülönböztetni egy illúzióról, illúziótól, Rav? Nem kell erről a témáról, mert úgyse értené meg senki, hogy hogyan lehet egy bizonyos spirituális szinten túl beszélgetni. Oké. Miért hívjuk Ravnak a kabalában a tanítót? Mert az héberül azt jelenti, hogy nagy a szó, ha lefordítjuk a Rav szót, és semmi más. Tehát azért hívjuk a Ravnak, mert úgy viszonyulunk hozzá, mint aki idősebb és nagyobb, mint én. Mint egyfajta vezető. Így van. Ez a hadseregben szokott ilyen létezni, amikor van egy a fizikai rangok közötti különbség. Oké. Mit jelent? Tehát hogy jelenik ez, hogy a tanítvány eltörli a saját akaratát a tanító előtt? Ez így működik. Egyszerűen mit jelent az, hogy belsőleg eltörlöd magad a tanító előtt? Ilyen nincsen a fizikai világban, csak spirituális értelemben lehet értelmezni. Tehát hogy hogyan viszonyulsz, tehát az ő spirituális minőséget? Te a sajátodat lenullázod tökéletesen és teljes egészében egészen addig, amíg a tanítóval olyan viszonyban nem tudsz kerülni, hogy ez a lenullázódás valóban föl tud téged emelni rajta keresztül a te következő szintetre. Oké, tehát akkor az ő tanácsait megtartom, azelőtt nullázodok le. Egyetértek, hogy nem értek, itt az lényegtelen, teszem, amit mond. Mit jelent az, hogy nem értek? Mit jelent ez a szó magyarra? Belsőleg nem értek egyet. Egy gyermek, mikor az anyától kapja az anyatejet, akkor nyilvánvalóan meg kell, hogy kapja az adagját az anyától, az anyatején keresztül. Ugyanígy kell a tanítványnak lenullázódni a tanító előtt. Tehát kinyitod a szádat, és semmit nem csinálsz, hogy a füledet, bocsánat, és befogadod, amit ad. Kész. Ön emlékszik arra, hogy mikor kellett a saját akaratát eltörni a rabos előtt? Emlékszik ön erre, Rav? Hogyne? Hát nekem ugyanúgy el kell törölni. Na de, hogy történt ez meg? Hogy működött ez? Mi volt ennek a belső és a külső megnyilvása? Ez mondja, ez egyszerű volt a számomra, mert én valóban annyira akartam egy ilyen tanárhoz kerülni, annyira, hogy ezt mindenben kifejeződött, amit én tettem. Tehát néha nem is volt lehetőségünk, hogy büszkeséget érezzünk előtte, ezt azonnal kiszúrta, és akkor megállt a köztünk az áramlás. Tehát látnom kellett, hogyan kell szinte láthatatlanná válnom előtte, hogy bármi, ami rajta keresztül átáramlik, az automatikusan bennem tükröződjön. Mi olyan váltam, mint a mozdulatlan víztükör. Oké, de nekem ezt akarnia kellett. Hogy lehetett ezt megtenni? Vagy ön felismerte, hogy más mód nincs? Nem, én akartam, minden jobban magyarabb. Tehát az elején nyilvánvalóan én nem akartam semmi más, csak ezt. Én egyszerűen be akartam lépni, mindenhonnan el akartam tűnni, és csak előtte akartam lenni egész nap. Oké, tehát akkor
Hogy kezdődött ez a folyamat? Hogy folyamatta a dolog? Később azért, mert az egón megnövekedett, már nem volt ilyen egyszerű. Tehát nyilván föl kellett kerekednem az egón fölé, de ez nem volt egyszerű egyáltalán. Annak érdekében, hogy ezt az erőt megkapjam, ezt az egoista vágynak ezt a vaskosságát el tudjam élni, nyilvánvalóan le kellett nulláznom előtte, hogy megkapjam azt, amit éppen adni akart nekem, már egy magasabb vaskossági szinthez tartozó módon. Ezért az egónak állandóan növekedni kell a kabalában, ez egy alapvető szabály. Tehát mindig egy nagyobb és nagyobb erőfeszítés kell az egó kezelésére. Oké, na de ő meg tud tanulni ettől az embertől mindent. De hát aki meg... Tehát milyen állapot volt az, amikor azt érezte, hogy nem is tud tőle igazából megtanulni semmit, mert ilyen különbség van a között. Persze, volt egy belső szándékom arra, mondja Rab, hogy meg tudjam ragadni azt, amit mond, és mindig gondolkodtam, mi fog történni a következő pillanatban, mi kell nekem itt tenni, mert én úgy éreztem, hogy én teljesen tehetetlen vagyok ebben a kapcsolatban, és egy egyszerűen elérjük a halálos végig, úgyhogy nem értem meg soha, hogy mivel beszélni. Oké, de akkor elmagyarázta önnek, hogy mi történik, vagy hogy érezte ön ezt? Ő magyarázott, de higgyétek el, nekem kell a belső nehézségeken keresztül kerülnie. A probléma bennem volt, nem benne. Tehát nekem kellett túllépni önmagamon. Oké, na de akkor még mindig állandóan le kellett nullázni magát. Hát hogy ne? Hát az akadályok mindig azt jelentették, hogy nekem egyre jobban erőfeszítéset kell tenni, hogy lenullázni magam. De hogy tud? Jó, és az elején nem volt mit lenullázni, mert az egóm csak kicsi volt ehhez képest, mint amiről most beszélünk, magyarok. Oké, mondja Boris. Na de, ezt most nem értettem. Ő nem beszélt túl sokat. Mi volt a tanítási módszer? Tehát a rabas nem beszélt túl sokat. Tehát azért, mert Bala Szulámtól tanult ő, ahol túl sokat a tanítvány élve nem beszélt. Oké, mit jelent az, hogy láthatatlan válna a tanító előtt, amit ő mondott az előbb? Hogy az azt jelenti, hogy egy árnyék legyél csak. Azt minden pillanatban úgy mozog le, mint az árnyék, hogy ő éppen merre fordul és mit csinál. Hogy ne válj le róla, hogy amennyire lehetséges, te csak egy fekete ponttá válj, amely árnyékán növekszik. Hogy rögtön belé tudja tükrözni magát a hátulról lévő fény függvényében, azt, amit ő megélt. Tehát, hogy benned életre keljen mindaz, ami benne van. Tehát, hogy ez egy hatalmas belső érzékelés, magyarabb. Amikor te azt érzed, hogy te le akarsz válni önmagadról, és bármit is, amit ő mond és érez, más spiritás értelemben, az belé tudjon lépni. Boris, ki ebből egy kérdés? Hogy tudott ön túlkerülni a tanítónak a... Azt sem értettem, hogy mi, sajnos. Ez nagyon nehéz ezen túllépni, mert mindjárt kiderül, hogy mit mondod. Mert nekünk nincs meg az érzékelésünk. Tehát meg kell, hogy értsük, ez egy normális állapot, hogy elutasítottam. Hogy lépett azon túl, hogy volt dolgok, amit elutasítanék a tanítóban, most már megértettem. Tehát vannak dolgok, amit elutasítanék a tanítóban, és hogy lépett ezen túl? Ez egy nagyon nehéz túllépni. Tehát itt egy nagyon komoly... Itt lehetőséget kell megragadni, amikor állandóan ezeket az érzékeléseket, hogy miért érzem az eltérést tőle. Itt a felső gondviselés adja meg ezzel a lehetőséget, és ez nagyszerű. De hogyha nem érzem, hogy ez felülről jön, akkor az ember elhagyja a tanítót, mert elkezd kételkedni a tanítóban, és lehet, hogy úgy érzi, hogy többet tud tanulni, ha mástól tanul. Többet tud kapni, ha mástól tanul. Na de nyilván állandóan kell éreznem a kritikát a tanítóval szemben, nem? Tehát a saját belső erőm állandóan azért itt kritikára irányít engem. Így van. Tehát állandóan benne van az emberben a belső kritika. Ezen nehéz túlkerülni, hogy mindig megkritizáljam azt, hogy ő miért így viselkedik, miért így csinál. Nem azt mondom, hogy nehéz, de nagyon nehéz. De nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nagyon nehéz. Tehát itt nyilvánvalóan itt nagyon kemény határ van előttem, és nagyon kemény nehézség, amin túl kell kerülnöm, ez az értelmfeti hittel lehetséges. Tehát azt mondod, hogy te nem is hiszel a saját fülednek, meg szemednek, bármit hallasz, meg látsz, hanem egyszer csak egyetlen dolgot akarsz, hogy leválj önmagadról, és belsőleg a spiritási potenciális kapcsolat a tanárnak. Mert ez igazából semmi más nem vezet a sikerre. Oké, na de az összes liberális közösségben nagyon nehéz ezt megtenni, hogy beüld a szemed, és hiszel valakiben szinte vakon. Neked ketté kell osztani magad, mondja Rav. Tehát a közösségen belül is.
Tehát, hogy mi az, ami bolondság, és akkor azt nem kell követned egy, egy közösségen belül. Az egész világ így működik egyébként magyarabb. Tehát amikor azt látod, hogy ez már ilyen önleépítésre menne át, ha azt követnéd, de nem nagyon vannak szavaim arra, hogy mi a másik oldal, hogy kifejezzem azokat a fajta elutasításokat, amik az emberben ilyenkor megjelennek. Annak érdekében jelenik ez meg egyébként, hogy igazold a közösséget és a közösség minden egyes cselekedetét, hogy valóban pontosan tud és érez, hogy mit tudsz tőlük megszerezni, hogy hogy megkap tőlük az értékeket, amikre szükséged van, hogy valóban viszonyra tud kerülni ezek az értékekkel, és hogy képes legyél a kabalát és a tanítódat egybe kezelni. Ez egy olyan fajta alacsony rendőrségből indul, a mindennel szemben, a közösséggel szemben, és, az és a tanítóval szemben is. Egy csomó ember csak azért kritizál másokat, hogy igazolja önmagát. Tehát nyilvánvalóan ők, és a, neked pedig úgy kell igazodnod a közösséghez, hogy megérezt, hogy a, az, hogy ők előttük is lenullázott, az segíti, hogy a tanítóját lenullázott. Oké, de akkor megjelenik ez a, ez a kritika. Akkor hogy, mi a helyes mód kezelni ezeket? És mi történik, ha a többiek is kritizálják a tanárt? Nem kell meghallani őket. Én most se hallom meg őket. Oké, na de én olvasta a tévét, olvasta az újságot, látta a tévét, és mindenféle kritikát lát. Oké, akkor a belső kígyót nem kapja meg, nem marja meg ezt, ez a, ez a sok negatív kritika? Nem, neked ezt egy olyan módon kell tudnod felfogni, amikor a tanítódat vagy a csoportodat kritizálják, hogy én egy kabbalista leszek, és kizárólag a spiritás véleményeket fogadom el, és nem azoknak a spiritás véleményeket, akik elhagyták őt. Leválasztom nagyon pontos módon azokról az emberekről, akik, akik már spiritálisan nincsenek a csoportban, egy kőfalat kell közöttük építeni. És azt kell mondani, hogy én nem törődök mással. Tehát amikor a kabbalához elérkeztem, mondjára, akkor ez egyre kevésbé bosszatott engem őszintén szólva, mert nem is érdekelt, amit magyaráznak a kabbalisták, a kabbalára. Hát akkor a kabbalát mindenki támadta. És egészen napjainkig így van. Tehát mit gondoltok, a külső világ mikor fog bennünket igazán szeretettel fogadni? El tudna nekem mondani, hogy... Tehát egyáltalán miért kell elérni a teremtőt? Azért, mert az ő számukra ez a kérdés nem létezik, az én számomra meg csak ez létezik. Tehát nyilván nekem... miért van az, hogy fölkelek hajnalkor, és akkor kiabálom, hogy jön a messiás, ugye egy pizsamába az utcán, és akkor nagyon pillanatokat én egy ilyen mentál kórházba kerülnék. Tehát nyilvánvalóan az embernek elrejtésben kell a munkát végezni. Oké, na de miért van ez így kitalálva? A teremtő miért nem azt mondja, hogy akit ilyen spiritás feladatra jelölt ki, miért nem helyezi azonnal abban a helyzetben, hogy ebben eredményes legyen? Nincsenek átmeneti állapotok, mondja a... Ezek az előző állapotaid, amiről te beszélsz, mert az egész teremtés az valójában egy hatalmas törött rendszernek a működését jelképezi, ami elkezdi önmagát korrigálni rajtunk keresztül, és akkor egy láncolat alakul ki azokból az emberekből, akik ugyanolyan töröttek voltak, de mégis a legkomplexebb elemeket tudják a törésből újra felépíteni. És ilyen módon, bár ezek a részek töröttek maradnak, mégis olyan tudást tudnak megszereznek a törött elemek összekapcsolódva, amely a, és átadni egymásnak, hogy valóban ők a közöttük lévő kapcsolat alapján kikorrigálják a saját törésüket. És ehhez nyújtjuk elengedetlen segítséget a tanár. Oké. Tehát akkor én a tanárral való viszonyom az én következő szintemnek az alapvető feltétele? Szimjon Vinok úr. Van egy kérdésünk is erre vonatkozólag itt. Egy tanítvány, tehát tőle tud emelkedni spiritálisan a tanárának. Így van. Tehát persze, mert ő megkapja a spiritális érzékelést a tanítótól. Na de azért kapok, mert én kérek. Igen, mondja a... De különben minden az imának az oka? Hát az, tehát az egón belül nincs más okunk arra, hogy imádkozzunk. Az ima mindig egy könyörgés a felemelkedésre. Oké, de az mindig magamnak kell kérném, hát ez valami olyan dolog, amit meg kell különböztetnünk. A könyörgés meg a kérés az nem magamra vonatkozik. Oké, de miről szól a következő szín? Az, hogy te előre alatt, és akkor te tanítvány leszel ugyan, de
annak a törött rendszernek az alapján, amit te korrigálsz, egy magasabb szintre emelkedsz. Tehát már kevésbé fogod töröttnek látni. Tehát te önmagadat és az egész életedet egészen a halálodig annak szenteled, hogy egyre korrigáltabbnak lásd a törött rendszert. Tatjana kérdezi Ukrajnából, mit jelent az, hogy én csak részben érzem meg, amit a tanító mond? Mit jelent az, hogy te egy részben egyetértesz részben, nem mi? Ez mit jelent magyarul? Tehát, hogy az előző, ez csak az alapján fogod elutasítani, hogy valahonnan már tanultál valamit, ami nem volt helyes. Tehát nyilvánvalóan itt az derül ki, hogy van egy bizonyos szintű tudás, valahonnan származik, és most konfliktusba kerülsz egyfajta módon, a módszerrel, ami a kabala, az előző tanulmány alapján, tehát én azt mondanám, mondja Rav, hogy nem tudod eldönteni, hogy mit tegyél, hogy ami általában történ a spirituális előadásban, neked el kell felejtened egy módszert, és egy új módszert kell tanulnod az elejéről. El kell döntened, mi az új módszer. Tehát az nem lehet, hogy egy módszert megtanulom, és félig használom, miközben áldalan összekavarom őket, meg összehasonlítom őket, ez a legrosszabb dolog, ami történhet. Ennek eredménye egy hatalmas zuhanás lesz. Nézzel, is törülheted magad a spiritotásból, ha rosszul csinálod. Az előző gondolatok és tanulási eredmények megjelennek, és ezekkel megpróbálod elnyomni az új ismereteket. Tehát ez csak káosz az ötlet. Oké. Okay. Itt mit jelent az, hogy egy új módszer van? Mit jelent ez? Aki ide megérkezik, mondja Rav, az állattól származó tulajdonságot hoz magába. És így akar belépni a spétes világba. Tehát ez olyan, mintha bemész a szaunába, levetkőzöl, és a régi ruhaidat kinhagyod. Így kell ide belépni. Oké, tehát amikor a tanítót hallom, akkor a csoporton keresztül kell meghallanom, amit ő mond, vagy egyedileg kell megragadnom. Hát ez erősen függ attól, hogy mi történik. De általában csak a csoporton keresztül történik minden. Tehát, hogy jön egy tanítvány, és már egy csoport van, ami őt várta, akkor ez nagyszerű dolog. Akkor a kapcsolathoz kell kapcsolódni, és a csoporton keresztül kell tanulni. És akkor a tanítót ezen keresztül kell érzékelni, a tanító a csoport középpontjába húzódik. Tehát alapvetően így egy teljesen újfajta rendszert kreálunk. Ez a Matrix, ez a furcsa Matrix, ahol a csoport össze van kapcsolódva egybe, és annak érdekében kell ide kapcsolódni, hogy valóban egy példát akarok mondani, tehát ön egy tanácsot ad nekünk, bármire vonatkozólag, és akkor azt mondják, hogy menjenek el a kongresszusra. Tehát lehet, hogy én csak erre akarok menni, másikra nem akarok menni, tehát akkor konzultálok a csoporttal, hogy odaérjek? Így van. Tehát ha valakiben kétség van, akkor a csoporton keresztül kell letisztázni mindenek előtt. Tehát a kérdés az mindig az, hogy a csoporttal képes-e megbeszélni mindent. Oké, tehát a tanítónak van egy tanácsa, akkor azt helyes módon végrehajtani a csoportban lehet. Így van. Ez egy nagyon egyszerű játék. Mondja rám. Boris. Sok kérdés van az egyetemértésről. Én csak akkor nem értek olyan egyet, amikor azt nézem, hogy a pszichológia mekkora kárt okozhat egy közösségnek. Én nem értek ezzel egyet. Akkor ez helyes vagy helytelen? Azért, mert az én spirituális elérésem alapján ítélem meg azt, hogy a pszichológia mekkora kárt okoz a világban. Tehát, hogyha nem értesz ezzel egyet, tehát először le kell tisztálnod, hogy mi az, amiben nem értesz egyet pontosan. És ha pedig megmarad akkor is, akkor még először ki kell jelentsük, hogy nem érted a spiritást, miről beszél. Ez helyes, aztán majd az idő megváltoztatja. De mit kell ezzel kezdeni akkor? Hát folytatod a tanulást, és félreteszed ezt az egyetemértést, leírod, hogy itt ezt nem értettem, és néhány hónapból vissza fogsz ezzel a kérdéshez térni, és rá fogsz jönni, hogy mennyire igaz volt az, amit ott tanultunk. Tehát eltűnik az egyetemértésed.
Mert én, amikor a pszichológiát megtétizálom, az mindig az elérés alapján történik. Oké. Tehát amikor a liberalizmusról beszélünk egy csoportban, meg demokráciáról, meg fasizmusról, tehát mindezek a dolgok, ezek a spetes elérésből származnak? Nem abból a tényből, hogy mi nem értjük pontosan a közösségnek a lényegét? Nem, természetesen nem. Akkor mit jelent az, hogy egyetértünk, vagy nem értettünk egyet? Ez... Nyilván van egy korrigátlan vágyad, és lehet, hogy egy fél év múlva megváltozik valami, és akkor ez a megértésed megadja azt, hogy érteni fogod, hogy miről tanítok. Egy kérdés. Bright kérdezi valamint, szerintem Nagy-Britanniából. Egy modern embernek miért kell Rabassal foglalkozni? Ki volt ő? Miért fontos, hogy értsük Rabast? Hát ezt nem tudok erre válaszolni, mondja Rav. Nyilván, aki velünk tanul, én nem hiszem például, amikor kicsi voltam, és akkor az apám azt akarta, hogy a nagy zeneszerzőkről nézzük meg az összes elérhető filmeket, hogy hogy éltek ezek az emberek. Mert azt akarta, hogy nagy zenész legyek. És akkor a klasszikus zeneszerzőkről van szó. És én elmentem vele, boldogan, én, mert ő példát akart nekem mutatni azokról az emberekről, hogy azért hagyott engem zongorázni, nézd meg ezek hol jutottak a zongorázással. Itt ugyanezt történik velünk. Mellesleg a Kabbalában nagyon sok könyv beszél arról, tehát nagyon, bocsánat, nagyon kevés könyv beszél arról, hogy éltek az emberek. Tehát, hogy ők hogyan, csak azt magyarázza el, hogy ők hogyan értették meg a Kabbalát. Az ő hozzáállásukról olvashatunk a világról, az életükről sokkal kevesebbet tudunk. És ez hasznos, hogy ez így van, mondja Rav. Mert és nekünk sokkal fontosabb, hogy azt értsük, hogy ők hogy értették a világot, mint azt, hogy velük mi történt. Oké. Tehát ki volt Ábrahámnak a tanítója? Ki volt Válaszolámnak a tanítója? Ábrahám az apjától tanult Teraktól. Ez le van írva Tórában. Terak az egy bálványimádó volt, sőt, bálványokat gyártott. Ábrahám sok meghaladta az apjának a szintjét, és a teremtő sokkal közelebb került, mint a saját apja. Ez azt jelenti, hogy az ember nem tudja elérni azt a szintet, mert ez azt jelenti pontosan, hogy először bálványimaddal kell válnod, hogy elérd a teremtőt, a felső erőt. Tehát mindenféle attribútumon át kell menned a világban. És ki volt Válaszolám tanítója? Válaszolámnak a tanítója egy olyan kabbalista volt, aki Varson kívül lakott, ugye Lengyelországban élt Válaszolám, és Rabas elmondta nekem, hogy amikor hazajött a tanítójától az apja, akkor elmesélte, hogy fárasztó volt odautazni, kiverekedni magát a városból. Tehát, és mindig azt mondta, hogy ennyi, mert, és akkor egy napon azt mondta a saját szülőjének, hogy el kell innen mennem, mert nem tudok tőle többet tanulni. És akkor elkezdte felkészíteni magát, hogy Jeruzsálembe költözik. És tanított Jeruzsálembe, úgy tanított? Nem. Akkor hogy haladt előre tanító nélkül? Rav. Bálaszulám a saját elérése alapján tudott előre jutni. Neki már olyan kapcsolata volt a felső világgal születése óta, hogy az ő tanárai olyan szintről jöttek, amit mi ezt tudunk képzelni. Tehát először kell egy tanár, aki bevisz engem a spirituális világba, tehát valaki, akinek szintén van elérése, aki már a létrán mászik, akin keresztül én elmondani tudom azt, hogy én hogy haladok előre. Így van. A komoly tanárhoz kell eljutnod, aki meg tud arra tanítani, hogy ő mit tanult a saját tanárától. Neked az a lényeg, hogy olyan tanár találj, aki a láncolathoz kapcsol téged. A Kabbalában nagyon sok ágazat van, és nagyon fontos azt megérteni, hogy kitől tanulsz, és az kitől tanult.
De minden kabalista, az a saját tanártól kapta azt, amit ő a tanártól kapott. Oké, tehát minden kabalista arról beszélt, hogyan lehet megfelelő módon adakozni, ugye? A kabalisták mondják, azt tanították, amit ők tanultak. Ne gondoljátok, hogy minden kabalista a teremtő elérésében volt. Nem. Oké, de az összes könyv, amit kabalisták írták, az az altruizmusról szól, Rav. Ezek könyvek, amiket mi tekintünk könyveknek, helyes könyveknek, nem a legpopulárisabb, hanem a legnépszerűbb könyvek, ezeket valóban kabalisták írták, akik elérték az adakozás minőségét, a felső világot, a felső kormányzás rendszerét, és akik kinyitják a könyvet, olvassák, amit le van írva, és úgy foghatják meg a kabalát, mint egy tudományt. Azért, mert tudományos pontossága van leírva az odavezető út. Kérdés, honnan származik az altruizmus a kabalában? Az adakozás. Nem innen származik. Ha te ránézel kívülről, egy ember nem tud megmondani, hogy altruista vagy megszerző. Vagy, ugyanakkor ránézel a Greenpeace-re, hogy azt hiszed, hogy a bálnáknak adakozik. Ugye? Mentsük meg a bálnákat. Akkor mi az igazi adakozás? Hát 30-valány millió dollárt adakoznak egy évben. De minek? Hát arra, hogy valami jót tegyenek a bálnákkal. Aha, jó, valami jót. Oké, mondja Rav. Oké, de az emberek azt gondolják, hogy így lehet a világot fejleszteni. Oké, na de hogyan lehetne azt mondani? Hát ha nem látom az ő igazi altruizmus, hát honnan tudjam, hogy igaz kabalista, Rav? Ez kizárólag az altruista iskolán keresztül, a helyes kapcsolaton keresztül lehet kiépíteni. Ami megtanítja az embereket arra, hogy hogyan kell a helyes kapcsolatot kiépíteni egymás között, a tízes körben, mert a tízes kör lesz a forrása a felső erő feltárásának, a szeretetnek és az adakozásnak, ami irányítja valójában a világot. Tehát ezen a módon tudod feltárni a felső kormányzás rendszerét. De az altruizmust akkor ez a kapcsolatokon keresztül fejezi ki, tehát azon keresztül, azok, hogy hogyan kell elérni a teremtőt? Ha persze, hogy fejezi neki másképp? Oké, tehát ön azt mondja, tehát a teremtő elérésén kívül az emberek nincs másra szüksége. Hát mi a másra lenne szükséged, magyarra? Mondj meg valamit. Mi másra lenne szükséged? A teremtő, a szeretet és az adakozás maga. Itt nem kell valami más megtalálnod. Ő a végső forrás. Hát értitek? Tehát ő a szeretetnek és az adakozásnak a minősége. A megszerzés és a gyűlölet helyett. Oké, na de neki kell fejeződnie valahogy. Na, de megtanítok szeretet megadakozni, az hogy fejeződik ez ki? Hogyan mondja Rav? Itt jó viszonyban fejeződik ki az emberek között. Tehát hogyan ítéled meg másképp a szeretetet meg az adakozást? Itt a felső rendszernek a minőségeit neked kell önmagadból kinyilvánítani. Ezekben a cselekedetben tudjuk kimutatni a teremtőt önmagunkban és az önmagunk viszonyain belül. Tehát azáltal tesszük jobbá a világot, hogy engedjük, hogy megnyilvánul a teremtő nálunk. Tehát az, hogy attól nem lesz jobb, hogy valakinek adunk enni, akkor adunk valamit az embereknek, ha szeretetet adunk az embereknek. Tehát amikor az értelem fölött is azt mondjuk neki, hogy szeressétek egymást, akkor is a szegények vagytok, vagy a gazdagok. Oké, de a problémákról még egy kérdés. Van itt egy idézet. Csak az, aki fel tudja ismerni, hogy egyetlen erő kormányozza a világot, a teremtő, és megérti azt, hogy még a nehézségek is a teremtőtől származnak. Ezek tudnak csak előbb jutni maguk világában. Így van. Akkor egy kérdés. Lehet, hogy a kérdés ellentmondásos. Tehát, hogy irigyelték az ön szülei a tanítójával való kapcsolatát? Igen. Igen. Nagyon sokszor megkérdezték, hogy miért csinálom ezt. Ahogy kellettek, öregebbek kezdtek lenni, mindig kérdezték, hogy miért nem költözök hozzá, miért ezt az öreg embert szolgálom, miért tőle tanulok, miért őt segítem, miért érteteszek meg mindent. Mintha eltűnt volna valami belőlük, mert nem értették, nem érezték, hogy ez helyes. És akkor mit kell tenni? Mit tett ön? Rav?
egyfelől lehet, hogy ez nem volt jó viselkedés az én számom felőlem, de a mások az, hogy mit tudtam tenni. Tehát az, le kell, az az én apám és az én anyám, aki a teremtőt szolgálja, ezt kell megtanulni. Itt akkor a legközelebb ember magához, nyilván a tanítója volt. Tehát hogyan lehetett ezt megragadni és felfogni? Amit én tőle kaptam, mondja Rav, az, az a spiritás emelkedéshez szükséges összes eszköz. A törés felismeréséhez szükséges eszköz. Amit átadok nektek, a tanítványaimnak, az mind Rabastól származik. Ez az életem forrása. Simeon Vinok úr. Azaz, amit, ön, amit ön, öntől itt érzékelünk a webináron. Itt ugye mindenkinek azt kell érezni, akik most bennünket néznek, azok tanítványok akarok válni. Hát mit mondhatnék más? Még lehet, hogy... lehet, hogy ez az embereket idegesít is. Nem. Nem. Fokozatosan adjátok át magatoknak ezt az érzést. Ne torzítsatok el semmit, amit én mondok nektek. Úgy érzítsétek, ahogy, ahogy én megpróbáltam adni. Oké. Okay. Rav. Én mindig ezen az úton voltam. Tehát Rabas is ezen az úton tart engem. Oké, okay, na de lehet, hogy én úgy fel, hogy nem adok le a gyerekemnek minden, csak félig, mert azzal... Nem, én sokkal kevesebbet tártam föl nektek, mint a fele. Ezt még nem tudjátok, hogy mit jelent az igazi spiritás. Oké, okay, de amikor a gyerek oldalán nézzük, nyilván itt van egy ember, aki... Én felnőtteket látok magam előtt, akik fel akar tárni az igazságot, és egyet akarnak vele érteni. És nekem arra van szükségem, hogy tudjam, hogy mi műlik rajtom, és én egyet tehetek, tanítalak benneteket. Az igazságot adom oda. Hát itt vannak São Paulo, Jekatyerinburg, nézzetek meg az összes várost, akik velünk vannak, Moszkvát, ugye rengeteg ember van, a Mac Online-nak a virtuális csoportját. Hát hogyan mondhatnák nekik mást? Mint az az igazság, aminek én élek. Hogy mondhatnék én bármi mást? Na jó, de akkor mi függ a mentortól a kabalában, az instruktorban? A kabala instruktorok, nem tudom, ha van egy tanár, egy tanító, és vannak segítői, nevezzük ezeket instruktoroknak, akik az adott országban tanítják a kabalát, akik a kabalának egy részén vezetik át az embereket a tanító felé, aki, és az általános szellemiséget a tanár képvisel a fejlődésnek, és minden más pedig alattuk van, mindenki a tanár alatt van, és tehát a kampuszoknak a struktúrája az segíti, az emberek előre is annak. Oké, okay, de az embereknek meg kell érteni, hogy mindenkinek, minden szónak, amit a instruktorok adnak, a tanító, a tanítványoknak felelőssége van. Tehát ez a felelősségnek az igazi fogalma? Ez így van. Annak a mértékében, amire te úgy gondoljátok, hogy az igazságot mondjátok, az helyes. És mindig azt kell értenetek, éreznetek, hogy ti erőfeszítést az igazságért teszitek. Nem értem. Oké, okay, tehát... Tehát ön egyszer talált egy tanítót a saját életében, igen. És amikor volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok oda menni, tanulni, amikor olyan iszonyatos belső ellenállást éreztem, mondja, aki körülötte volt elsősorban, hogy nem tudom kijönni a szobámból. És akkor ez egy nagy bolondság volt, mondja, mellesleg, mert ő felhívott. Nem tudtam tenni semmit, otthon voltam, meg tudtam mozdulni, tettem a lábam az ajtón, és felhívott, és azt mondta, gyere ide. És én azt mondtam neki, hogy nem vagyok képes elhagyni a házat. És azt mondta, ez a hatalmas gonosz szem, a gonosz én, és a felső erő hozta rád, és akkor mindjárt megérted valaki. Ezt mondta.
És akkor elküldött néhány embert, akik kirángattak. Én nem tudtam autót vezetni, nem tudtam bejönni a saját autómba. Nem tudtam elhagyni a házamat. Ez jó néhány napig tartott. Van olyan, amikor az ember feladhatja a tanítóval kapcsolatát? Nem, ilyen nem létezik. Ez, ha ilyen történik, az ember ezt érzi, hogy lelépne a tanártól, ezt felülről kapja, a felső gondviselő is hozza ezt el. Akkor is, hogyha előtte hálás voltam. Én megértettem, hogy ez hogy működik. És akkor ő érezt, mit érzett, hogy... Ez nagyon privát, hogy ő mit érzett, amikor értem küldött valakit. Oké, erre nincs válasz. Sejtem a választ, de mindegy. Kérdés. Miért van az, hogy az összes kabbalista csoport szétesik, amikor meghal a tanár? Azért, mondja Rav, tehát mert rögtön megjelenek az okosok a csoportban, akik ahelyett, hogy összetartanák a csoportot, ők tépik szét, mert mindenki úgy gondolja, hogy ő tudja, hogy kell előreadni, és akkor az ő egójuk leválaszt egy csomó embert a központról. Tehát egy részük követi a tanárnak a fiát, egy része követi az első tanítványt, mintha az lenne az új tanár, egy része pedig a tanár rokonainak a hangja után megy, és így tovább. Ugyanez történt, amikor Rabas elment. Én ott hagytam őket, öten követtek, de én elmentem, nem is ott hagytam őket, hanem elmentem Kanadába, és ott töltöttem 6 hónapot az apámnál, és még ő el nem hunyt, aztán visszatértem, és akkor eljöttek ez a és akkor azt mondta az öt ember, hogy arra vártak, hogy folytassuk a tanulást. És akkor összegyűltünk, és elkezdtünk tanulni. Még akkor is, hogy én nem akartam tanító lenni soha, mégis elkezdtem azt tanítani, amit Rabas rám hagyott. Ez volt az első. A második, hogy az a csoport, akik a rokonok miatt váltak le, ezek tradicionális vallásos emberek voltak, akik között aztán nem alakult ki igaz kapcsolat. A harmadik rész, aki levált, azok pedig követték, akik a szó szerinti fiát követték Rabasnak, aki szintén egy rabbi volt, és ez volt a legfontosabb fennmaradó csoport, és amikor én leváltam róluk, akkor tulajdonképpen egyikhez se csatlakoztam ezekből a követőkből, a saját utamat kezdtem el járni, meg volt az oka ennek. Még akkor éreztem ezt, amikor Rabas mondta nekem, és mondta, hogy a saját utadat járt, ezt mondta nekem, és más csoportok, akik még léteznek mai napig, ezek ilyen lassú égésben vannak, de léteznek. Egy-két leszármazott. És akkor a többiek, akik követték önt, az egyik meghalt, a másik elment. Tehát fokozatosan, mondja Rav, egyre távolabb kerültünk attól, ahonnan indultunk. És én nagyon remélem, hogy velünk ez nem fog megtörténni. Még akkor sem, hogy nem tudom, hogy mi fog történni, ha én meghalok, de nagyon remélem, hogy nem ez fog történni. A Vilniusból egy kérdés. Mi a különbség egy tanító és egy
és egy kabbalista között. Tehát Vilna, tehát például Baal Shem Tov egy másik ember között. Ez egy nagyon different rendszer. Tehát a kabbalában általában négy módszer van. Van a keleti kabbala, Gálna, ugye Vilniuszi Gálna, így hívta azt a másikat, akit kérdeztek. Tehát van a keleti kabbala, ami Baal HaSulam kabbalája, a másik, amely tulajdonképpen Ari Baal Shem Tov kabbalája, ez áll a legközelebb. Aztán a Gaon, a Vilna Gaon, amely Ramhal kabbaláját folytatta. Ramak és Ramhal, így van. És tehát amit én mondani akartam, tehát különböző irányok vannak, kabbalista irányzatok. És napjainkban már nincsenek irányzatok, hanem mindenki a kabbalista források keveredését tanulja és tanítja. És az egyetlen igaz forrás a Zohár valójában. Én azt gondolom, hogy a Szulán kommentárok nagyon értékesek, aztán Arinak a könyvei, és Baal HaSulam könyvei, és Rabas könyvei. Ezek az, amiből tanulunk. Ezek az irányok, amelyek a különböző források alapján egy irányba visznek bennünket. Én nem tudok erről többet mondani. Mindegyiknek, mindenkinek ki kell találni, mi a legmegfelelőbb az ő számára. A legfontosabb munka az, hogy a kabalát mindenki számára elérhetővé tegyük, minden nyelven. Olyan egyszerűen, ahogy csak lehetséges, hogy bárki a világban használni tudja ezeket a könyveket és ezt a tudást, és felfedezhesse, hogy hogy tudja önmagát korrigálva felfedezni a felső kormányzó rendszert. Oké, de most egy válaszolatot olvastunk, egy levelet, amelyben pontosan mindenkit azzal bízott meg, hogy a nemzetiségétől függetlenül terjessze a kabalát. És világos kell legyen, hogy miért érvés ez a levél a napjainkra is. Tehát akkor ebből egy részlet. Tehát Baal HaSulam szavai. Mi az, ami ebből igaz a mostani szituációra? Ez nagyon egyszerű, mondja Rav. Te hozzatok létre csoportokat, amelyeken belül mi elérhetjük az egységünkön keresztül azokat a törvényeket, amelyeket Rabas Baal HaSulam leírt nekünk, mert a köztünk lévő egység alapján felfedezzük a Teremtőt. Oké, tehát ön azt gondolja, hogy ez a folyamat most kezdődött, az utolsó generáció, amiben vagyunk? Rav, mi szó szerint ennek az alapjaira tudunk építkezni, ezeket kell megerősítenünk, és remélem, hogy ezekre az alapokra építve hatalmas feltárulások történnek a világban. Én azt gondolom, hogy csak az előnyüket szolgálja a nehézségek is, amik megjelennek, az ellenállások. Simeon Vinok úr. Na de és mi az, amikor a tanítványokban jelennek meg nehézségek? Hát túl kell kerülni rajtuk, magyarabb. Különben el fogod hagyni az utat. Van néhány bejelentésünk, mondja Boris, hogy Rigában lesz egy bevezető lecke, ugye az Riga, tehát, és a következőben pedig lesz Vilniusban egy hatalmas kongresszus, a káosztól a harmóniába, ez egy óriási, a Kabbala Akadémiának egy hatalmas nemzetközi kongresszus, mindenkit hívunk, és kezdődnek a Kabbala Akadémia kurzusok, új szemeszter, ez egyébként az Európai Kabbala Akadémián is indulni fog, ez egy teljesen új dolog. Hamarosan megindul magyarul is egyébként ez. Tehát mi a legjobb tanács, amit ma tud adni a tanítványnak? Tartsatok össze, és figyeljetek a tanárra. Csak együtt. Tehát nektek, amennyire csak lehetséges, a 10-es körön keresztül kell összekapcsolódni. Tehát én azt kívánom, hogy a ti számotokra az adjon reményt, és a Vilniuszi kongresszuson találkozzunk,
és mi meg fogjuk valósítani a kabbalisták tanácsát, és megpróbálunk összekapcsolódni, és hogy mit jelent egy belső kabbalista csoportban a teremtő feltárulása a tanáron keresztül. És így együtt leszünk Vilniusban, és addig is az órákon is ezt próbáljuk megvalósítani. A módszert, ezért azt kívánom nektek, hogy ezt elérjétek, hogy elérjük együtt. Itt még jó néhány erős kongresszus fog előttünk állni, ami egy óriási reménységgel tölt el bennünket a spedes emelkedéshez, és mindenkinek egy szép napot kívánok. השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי רבש. את הספר ניתן לרכוש באתר kab.co.il או בטלפון 1-700-509-209. אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 158 את המאמר אין אדם משים עצמו רשע. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 158, מאמר, אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו, דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב שומרה נפשי כי חסיד אני, כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן, אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה. הוא מוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה התדבק בימין העליון שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנתדבק בחסד נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו, אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם, ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם, עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד, הלא זו כבר מדרגה של חשיבות, ואיך משבח עצמו לבדו. ב' אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים,
הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רובעו לאונסו, הוא ואחר מצטרפין לאורגו, לרצונו רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן, משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושייה לדוכתא. איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי? ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע, הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה. ולכן את מי שאוהבים, אין מקום לראות שום חיסרון. משום שחיסרון הוא דבר רע. ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע, כמו קרוב שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו, שיוכל לחזור בתשובה. ונשאלת השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו, אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין, למה הוא כך שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו, מטעם היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל. ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון הזה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים להאדם, היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשהאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא לידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רע כל כך,
שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי? עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים. וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם, הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים. לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה, שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים, הנקרא אהבה עצמית, ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון, וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל, שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו, ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בגוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו ומשלם לו עבור זה סכום הגון. עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו ויודעים איך לעשות לו גוף בריא, שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב, כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה שהוא רוצה לתקן את הרע, אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר מה ששאלנו,
שמצד אחד הוא אומר אין משים עצמו רשע, ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע, היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא מקרב הלב. היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. וכתוב, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן אם הוא מוציא בעצמו רע, אם הוא מוצא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך. עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל, שתהיה מעומק דליבה. שעניין עומק פירוש, שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו, אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו. היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד, הלא חסיד זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד, ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד. ולפי מה ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב יהיב חוכמתה לחכימין, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו מי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, הוא מוצא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה, ועתה התדבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה לקבל אותו, וכיוון שנתדבק בחסד נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להתדבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן. ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית. שאלות. מוסקבה. Вопрос от товарища из Москвы. שאלה של חבר ממוסקבה. כל הזמן במאמר מדובר על האדם. על מי מדובר? על אדם אחד או על הסוגיה בכללה? לא מדובר על אדם אחד.
שכל אחד יכול ככה לשאול. שכל אחד מגלה בעצמו עד כמה שיש לו רע, ואז מבקש על זה תיקון, וזהו. אז כך אומרים ש... השאלה, אם הוא רואה את הרע שבו, אז הוא נקרא רשע? אנחנו אומרים דווקא ההפך. נכון שהוא גילה אז רע שבו, אז הוא כאילו רשע. אבל זה שאתה רוצה לתקן את עצמו, אז נקרא צדיק, רוצה להצדיק את הבורא ורוצה להיות בעצמו המשפיע שהוא צדיק. לכן מדובר רק כלפי אדם. Минск. Вопрос из Минска. Человек обращается к Шелами Минск. Адам шепоне лаборев в мевкеш рахамим. Эх за митрахеш басирия? Кодем коль клапе асирия у будек это цмо. Анахну ло роим шум давар рухани ра битох Адам ацмо. מה שלא יהיה, אני רוצה להשתמש באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, בכל מיני צורות, נעימות, לא נעימות, יפות, לא קטנות, מוגזמות, לא חשוב מה, זה לא שייך לרוחניות. לא שייך לרוחניות. אלה כל הזמן, רק היחס שלי לקבוצה, לחיבור, לקיום המערכת אדם הראשון, זה שייך לרוחניות ולזה אני צריך לדאוג. לכן אני לא בודק כמה אני הייתי במאכלים, כמה אני הייתי במין, כמה אני הייתי במשפחה, כמה ב... כסף ובכבוד ובמושכלות, לא אכפת לי את זה. אני לא מסתכל על כל הדברים האלה, אחרת אני מתעסק בפילוסופיה ובפסיכולוגיה. אני עוסק רק בחיבור בחברה ולמשוך מאור מחזיר למוטב, ואיך שהמאור הזה מסדר אותי, כך זה יהיה. זהו. אני ארצה פחות לאכול, פחות. אני ארצה פחות מין, פחות. אני ארצה פחות או יותר במשפחה, פחות או יותר. לא חשוב. אני צריך למשוך מאור המחזיר למוטב, והוא מגיע דרך החברה, ולכן רק קשר שלי עם החברה, אני רוצה אותו. אז אני מתפלל, אני מגלה את החסרונות בזה, זה הפגמים, אני מבקש עליהם תיקון. רק על זה. כלום חוץ מזה. רק על הערבות, על החיבור, ועל זה, וכנגיד זה על זה, בא כוח התורה, המאור המחזיר למוטב. כל הבהמיות תשאירו, אל תיגעו בזה. אל תיגעו. תעשו ככה שזה לא יפריע לאנשים אחרים, ודאי. אבל אל תיגעו בזה. אנחנו לא מתעסקים בבהמיות. אנחנו לא מעמידים את עצמנו בחברה יפה, הבהמות שיהיו יפות, טובות, זה עם זה וזה עם זה. כולם כבהמות נדמו. זה לא אכפת לנו. אכפת לנו רק חיבור בינינו. זה משה עשה עם עם ישראל כי יצא אותם מהמצרים. חיבר אותם בעשיריות. ורק על זה דאג. ועל זה כל המאבק שלו. עד שמביא את כל העשיריות האלה לדרגת הבינה, 40 שנות המדבר. ורק כלפי זה, אם יש לי עוד איזה בעיה לבורא, חוץ מהתקרלות בעשירייה, זה עבירה ולא מצווה. אני לא פונה למקום הנכון, הוא לא עונה על זה. הוא לא עונה על זה. ואז אני צועק, למה אני לא מקבל שום תשובה ממנו? למה הוא לא עונה לי? למה לא עושה לי? הוא לא עושה. זה בכלל לא שייך לו. זה לא שייך לתיקון, לקדם אותנו משבירת האדם הראשון עד גמר התיקון. רק חיבור בעשיריות.
בלבד. ולכן כלפי זה אנחנו צריכים לראות עבירות, מצוות, הצלחות. כן, דדי. אולי זה לא קשור לתיקון, אבל זה מעכב מלהגיע לתיקון. מה? אוכל מין משפחה כסף כבוד מושכלות. לא. למה לא? תהיה שקוע רק בקשר, לא אני. לא שאתה מזיק למישהו. לא מזיק לאף אחד, אבל זה מעסיק אותי. לא, אז אתה צריך. לא, אני לא אומר שזה אתה מעסיק אותך ודאי. אני צריך לדאוג לכל הדברים האלה, ברור. אבל לא שזה, לא שזה קובע התקדמות הרוחנית שלי. אבל זה מעכב את ההתקדמות הרוחנית שלי. יכול להיות. כי זה מטריד אותי יותר מהחיבור בסיריה. זאת שאלה. עד כמה שההטרדות האלו דוחפות אותך אולי לחיבור בתוך הסיריה. זה השאלה. על זה אנחנו עוד לא יכולים לדון עכשיו, כי המערכת היא מערכת עגולה, כללית. אני אומר על מה אדם צריך לשים לב. כלפי מה אנחנו בודקים שמצוות, עבירות, עזרת השם, מאמץ האדם. רק לפי זה. לזה אנחנו צריכים לדאוג. כל היתר זה מלווה, ודאי, שזה מלווה אותנו בעולם הזה אנחנו חייבים. אם אין קמח, אין תורה, מה שכתוב. אבל לא יותר מזה. זה נקרא הכרחי ולא ישובח. כן. מתי אני עובר עבירה, מתי אני מקיים מצווה? כלפי החברה, האם יש לך אפשרות להתקרב אליהם, להפעיל עליהם כוח הערבות שלך, ואתה לא עושה את זה, זה עבירה. אתה שמתקרב ועושה כל מה שאתה מסוגל כדי לחבר את החברה ולכוון אותם יותר נכון למרכז הסירייה, כדי משם כולם להתפלל ולהשיג דבקות בבורא, זה מצווה. אין עבירה ואין מצווה במושגים אחרים. יש לך תרייג רצונות שהם נגד החיבור, אתה צריך לעשות תרייג מצוות כדי להתחבר. לקבל את זה תרייג אורחין דאורייתא. ואני יכול להיות בזה, לקיים מצווה, ותוך כדי להיות שקוע גם בבהמיות ברצונות של אוכל מין משפחה להיות... אם צריך, אין מה לעשות. אם צריך, אין מה לעשות. אם אני לא מקבל תרופה שלי, נגיד אני מקבל תרופה מרופא, אז אני לא יכול לתפקד. תגיד, זה רוחניות או גשמיות? קשורים הם ככה, רוחניות או גשמיות. זה ברור? זה ברור שאם אנחנו לא נוכל, אנחנו לא נוכל להתקיים, אם אין קמח, אין תורה. זה ברור שאם לא תיתן לגבר מין מה שהוא צריך, אז זה יבלבל לו את הראש, הוא לא יוכל להתקיים, לתפקד נכון. אנחנו רואים את זה לפעמים על החברים שלנו. כן? אדם חייב את הדברים האלה לפי הטבע הבהמי שלו. על זה אנחנו רוכבים, על החמור. אתה לא יכול לזלזל בו. אבל אם אתה נותן לו את זה כדי להתקלל בחברה ולהמשיך בדרך, זה נקרא שכל הדברים האלה הם מסיימים לך. אתה מגזים להם, זה תלוי בכוונה. זה תלוי בכוונה, ועל זה אף אחד לא יכול להגיד לך יותר או פחות או איך. אף אחד. זה אדם שופט את עצמו. יש כאלו שמספיק להם חצי בצל ביום, והוא כבר סווה וזהו. יש כאלו ששמחים קילו בשר ביום. ואותו דבר עם כל הדברים האחרים. אם זה לנקות את הראש ולהיות ששייך לרוחניות, אין מה לעשות. זה ככה, לך לאומן שעשני. על זה כתוב. אתם עוד תראו עד כמה שזה נכון. נו, מהר. הבעיה שזה חופף לפעמים, הרצונות הבהמיים, נניח אני רוצה לאכול 3 ארוחות צהריים. כוונה. נו. נניח, אני רוצה לאכול ארוחת צהריים ענקית, כן. ואחרי זה בגלל שאני כל כך מלא, אני חייב לנוח ואני לא יכול להגיע לישיבת חברים. יופי. אז... הרחת פעמיים.
הרווחת ארוחת צהריים וגם נחת. ופספסתי ישיבת חברים. ולך לעומת הצהריים. בצדק, זאת אומרת. יופי. שלוש יש לך. בבת אחת הרקת את ה... יש לי תירוץ, אני לא... אמרנו לא צריך לצמצם ברצון. רגע, נו, על מה אתה נדבר בה? שזה חופף. מה זה חופף? ודאי ש... אז אני לכן אומר כוונה, אמרתי לך, בדרך. מה הכוונה שלך בזה שאתה אוכל, בזה שאתה עוסק במין, בזה שאתה עוסק במשפחה, ובעבודה, ובכסף, ובכבוד, ובכל דבר. מה הכוונה שלך? לפתור את עצמך מכל הדברים האלו כדי להיות... מוכן כולו לפעולה רוחנית או למה? הבהמה שלך דורשת כל הדברים האלה, כולל כבוד וכסף, הכל. נו, אתה צריך לתת לה את זה, אבל בשביל מה? באיזה מידה? נו, מה זה לא ברור? כן? זאת אומרת, שאני ניגש לאכול ארוחת צהריים, אני צריך לחשוב כמה ואיך לאכול כדי שאני אוכל בהמשך היום לשרת את החברים או להתקלל נכון, איתם? נכון, כן. אני זוכר עם הרבש. אכלנו ארוחת צהריים, הוא אומר, לא, יותר אני לא יכול. יהיה לי ערפל בראש. כך הוא היה מרגיש עם קצת יותר, ואני הייתי מכין לו קצת ככה. עוד קצת ועוד קצת, זה וזה. אשתי הייתה מכינה דברים טובים, הוא אהבת. אף מה שהיא מכינה. ולא, לא. יהיה לי... ככה, כן? זה נשמע קצת אחרת, אני אומר, כמישהו ש... צדיק אוכל לשביעת נפשו. לפעמים זה נשמע, כאילו אתה אומר, אין בכלל מה, תלך לאכול צהריים, אין מה לחשוב, תאכל... לא, אם אתה צריך 10 מנות, תאכל 10 מנות, אבל בשביל מה? עכשיו זה ברור. כן. עוד שאלה, למה במערכת הוא כותב פה והרבה פעמים זה מופיע שאדם צריך להרגיש את עצמו יותר רשע מכל האחרים, זאת אומרת שהוא יותר מאחרים? כן, אני אחראי על כל השירייה שלי. אם הם לא נמצאים בגמר התיקון, אני אחראי על זה. כן, אבל ההכרה הזאת שאני הכי גרוע מכולם. נו, אם אתה אחראי עליהם והם לא בגמר התיקון, ודאי שאתה רשע. יש לי צריקה, אני מצטער. תן לי תענוג לשמוע. כן. זה תכנס רגע למה שקראנו פה, כי אני חושב שקצת סטינו מה שהוא אומר. הוא אומר שאין לאדם לשים עצמו רשע. תראה איך שהוא עושה בין היתר ביקורת עליי ועל כולם. ועל הלימוד עצמו. לא דיברנו על מה שהוא כתוב פה. מרגישים אסכולה הסתדרותית. כן, מה לעשות. בסדר. כן. אומר שאין לאדם לשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שהוא צריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט.